Kórházi fejlesztések, Fehérgyarmaton és Máté Szalkán is lehetőség nyílhat laparoszkópos sebészeti eszközök beszerzésére. Védő- és mentőfelszerelések, tömlőket, szivattyúkat és sisakokat is kaptak az önkéntes mentő- és tűzoltó egyesületek. Ingyenes megállás, a megye valamennyi településén térítésmentesen lehet parkolni az ünnepek alatt. Növelni szeretnék az egynapos sebészeti eljárások számát a megyei kórházak vidéki telephelyein is. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Fehérgyarmaton és Mátészalkán lehetőség nyílhat laparoszkópos sebészeti eszközök beszerzésére egy uniós pályázatnak köszönhetően. Az egynapos sebészet olcsóbb, hamarabb gyógyul a beteg, és a beavatkozást 100%-ban fizeti a biztosító. A megyei kórházakban egyébként több új diagnosztikai eljárást is bevezettek. Még 2015-ben mutatta be először a megyei kórház az endoszkópos kapszulát, amellyel fájdalommentesen lehet gastroenterológiai szűréseket végezni. A kapszulát lenyeli a beteg, az eszköz fényképeket készít, ezáltal a bél minden szakaszát át lehet részletesen vizsgálni, kiszűrhetők a kóros elváltozások. Azóta az eljárás díjmentes, és használják a kórházban az eszközt. Bevezetésre került a gastroenterológiai osztályunkon a kapszulás endoszkópia, ami tulajdonképpen a vékony bélnek a feltérképezését jelenti. Ez egy OF finanszírozott ellátás, gyakorlatilag bárki számára megfelelő indikációval hozzáférhető. Folyamatosan fejlődött a diagnosztika a megyei intézményekben, köszönhetően az eszközbeszerzéseknek. A tervek szerint a következő évben uniós forrásból egy több százmilliós pályázati csomag az egynapos sebészeti eljárások számát növelheti az intézményekben. A beavatkozások közel 60%-a végezhető egynapos műtétben, közel 300 féle operáció. Minden telephelyen pályáztunk egynapos sebészet kialakítására, hiszen az egynapos sebészetnek éppen az a lényege, hogy ez egy lakóhely közeli ellátás, hiszen a betegnek 30 percen belül egy normál közúti forgalomban fekvő beteg osztályra kell jusson, hogyha bármilyen probléma lép fel a hazabocsátását követően. Tehát ha csak a megyei kórházban pályáznánk erre, akkor a határszélen és a távolabb lakó lakosságot kizárnánk ebből a lehetőségből. Tehát pont ez a lényege, hogy a Mátészalkai és a Fehérgyarmati sebészeti kapacitásainkat is kihasználva, azokon a telephelyeken is egynapos sebészet keretében tudjunk operálni. A pályázati csomagban egynapos sebészeti Matrix osztály kialakítására nyújtott be támogatási kérelmet az intézmény, illetve laparoszkópos sebészeti eszközök beszerzése is szerepel a pályázatban. Az OEP az egynapos műtéteket 100%-ban támogatja, itt nincs várólista és teljesítményvolumen korlát. Idén országosan 600 millió forintot fordítottak az önkéntes mentőszervezetek és az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatására. Ebből az összegből pályázat révén részesülhettek a szervezetek, az így elnyert pénzt védő- és mentőeszközök beszerzésére fordíthatták. A Szabolcs-Szatmár Bereg megyében működő mentőszervezetek és tűzoltó egyesületek képviselői ma vették át a munkájukat segítő felszereléseket. Az áramfejlesztő aggregátorokat, tűzoltó tömlőket, motorfűrészeket és sisakokat veszik át jelképesen az önkéntes tűzoltók a nyíregyházi laktanya udvarán. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság idén 100 millió forint értékű pályázatot írt ki ilyen jellegű eszközbeszerzésekre. A legutóbbi kiírásban pedig több mint 28 millió forint értékben kaptak szak- és védőfelszereléseket a szabolcsi mentőszervezetek. A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság vezetője szerint évről évre növekszik az az összeg, amelyet az önkéntes mentőszervezetek és az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatására fordítanak. 2010-ben, ha még jó emlékszünk rá, akkor 120 millió forint volt országos szinten arra, hogy az önkénteseket támogassuk, aztán az az összeg egyre emelkedett az évek során 300 millió, 500 millióra, ma már 600 millió forint volt országosan arra, hogy az önkéntes mentőszervezetek és az önkéntes tűzoltó egyesületeket tudják támogatni. Nagyon fontos az, amikor van egy önkéntes mozgalom, és az állampolgárok komolyan gondolják azt, hogy a többi állampolgáron akarnak segíteni, akkor ez a megfelelő eszközöket is tudjuk biztosítani. De nem csak az eszközöket kell biztosítani ehhez, hanem a megfelelő képzést is, úgyhogy a önkénteseket is folyamatosan képezzük, gyakorlatokat szervezünk nekik, minősítjük annak érdekében, hogy egy katasztrófa helyzetben ők is részt tudjanak venni az elhárításban.
Az önkéntes tűzoltó egyesületek 20, míg az önkéntes mentőszervezetek 8,5 millió forintot kaptak. Ebből az összegből védőfelszereléseket, valamint tömlőket, szivattyúkat, csónakmotort, halradart és búváruhát szereztek be, valamint oktatási és üzemanyag költségeket számolhatnak el. A megyében 2014 óta nagy hangsúlyt fektetünk az önkéntesség előmozdítására, így először a Nyír mentőcsoport, mint megyei szervezet, azt követően pedig járási mentőcsoportok kerültek létrehozásra, illetve ennek a munkának a folytatásaként a 15 és 16-os években települési mentőcsoportok vesznek részt a feladatokban. Ennek az a sajátossága, hogy ők önkéntesen saját idejük, szabadidejük és akár anyagi ráfordításuk terhére is vállaltak segítséget annak érdekében, hogy embertársaikon, illetve a lakókon, a környezetükben tartózkodókon segítsenek. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén 32 önkéntes tűzoltó egyesület működik, a polgári védelmi területen pedig egy megyei 13 járási és 97 települési szintű önkéntes mentőcsoport lát el, elsősorban ár- és belvízvédelmi feladatokat. Ingyenes lesz a parkolás az ünnepek alatt. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több nagy településen is térítésmentesen lehet parkolni egész évben. Például Fehérgyarmaton és Mátészalkán sincsenek automaták vagy parkolóőrök. Kisvárdán a megszokott rendszerint hétvégén és az ünnepnapokon ingyen lehet majd megállni. Nyíregyházán pedig mától egészen január 1-ig nem kell fizetni a parkolásért. Pár nap van még karácsonyig, az ünnep többek között az ajándékozásról is szól, ezért megnövekedett az üzletek, bevásárlóközpontok forgalma, így üres parkolóhelyet szinte nem lehet találni Nyíregyházán sem. A nyíregyházi belvárosi automatáknál folyamatos a parkolójegyek kikérése, de sokan használnak mobiltelefonos parkolásindítást. A következő napokban azonban nem kell a parkolásért fizetni a Szabolcsi megye székhelyen. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is ingyenes lesz az ünnepek alatt a parkolás. December 22-től 2017. január 1-ig ingyenesen lehet várakozni a társaságunk által üzemeltetett parkolókban. Ezzel együtt a parkolási csoport ügyfélszolgálata is zárva lesz. 2016. december 23-ától 2017. január 1-ig. Szóval felhívom a figyelmet, hogy 2017. január 2-án hétfőtől már fizetni kell a parkolásért, és ekkor nyit ügyfélszolgálati irodánk is. Az ingyenes parkolással több száz vagy akár 1000 forintot spórolhatnak az emberek. Én örülök neki, hogy ingyenes lesz a parkolás, ugyan a belvárosban én nem szoktam parkolni, házunk előtt meg amúgy is ingyen parkolok, de aki belvárosba jön vásárolni, annak ez egy nagyon jó dolog. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több nagy településen ingyen lehet parkolni egész évben, például Fehérgyarmaton és Mátészalkán sincsenek automaták vagy parkolóőrök. Kisvárdán a megszokott rendszerint hétvégén és az ünnepnapokon ingyen lehet majd megállni, Nyíregyházán pedig január 1-ig nem kell fizetni a parkolásért. Hiába állt ki többször is az ESZOSZ károsultak mellett a Magyar Szocialista Párt, a károsultak nagy része máig sem kapta meg járandóságát, mondta az MSZP megyei elnöke a párt nyíregyházi sajtótájékoztatóján, ahol a károsult családok egy része is jelen volt. Veres János kiemelte, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több mint 1000 ESZOSZ károsult van, akik nem kapták meg 3 vagy akár 9 havi fizetésüket. Mi azt reméltük egy évvel ezelőtt, hogy 2016 végére valamennyi károsult a bérgaranci alapból lehívott pénzből a felszámoló által megkapja a járandóságát. Sajnos ez nem történt meg mind a mai napig. Állítólag elkezdték már fizetni. Ugye itt volt olyan személy, aki azt mondta, hogy ő már hallott arról, hogy valakinek már fizetik a járandóságát, de olyan szemét mi nem találtunk, aki mégis kapta volna a járandóságát, tehát azt kell mondjam, hogy bizonyosan csekély számú károsultnak fizették eddig ki a járandóságot. Mi igyekszünk továbbra is felszínen tartani ezt a kérdést azért, hogy minél hamarabb rendeződjön az ESZOSZ károsultaknak az ügye, illetve a Szocialista Párt által szervezett karitatív akció részeként most számukra egy karácsonyi ajándékcsomagot tudtunk biztosítani annak érdekében, hogy valamelyest boldogabban teljen az ünnep számukra is, azaz az alapvető nélkülözés ne nagyon legyen minden családban jellemző, tehát valamennyi élelmiszer és a gyerekeknek valamennyi édesség jusson a karácsonyfa alá ezeknek a családoknak is.
Szinte csak karácsonykor esznek halat a magyarok, a részletekről és a karácsonyi menüről hamarosan szólunk. Előtte nézzük a híradó további témáit. A női kézilabda NB2 északkeleti csoportjának negyedik helyén tölti a téli szünetet a Kölcsey Díjese. A Dobás István együttese 7 győzelem mellett 4-szer szenvedett vereséget. A Kölcsey junior csapata az első helyen zárta az őszi szezont. A 8. helyen végzett az őszi szezonban a labdarúgó megyei első osztályban a Bakta Lóránt háza VS-e. Az együttes a vártnál gyengébb bajnoki szereplés mellett a Magyar Kupában magasabb osztályú csapatokat búcsúztatva a legjobb 32 közé jutott, ahol az NB2-es Szolnokkal szemben esett ki. A legfrissebb adatok szerint a karácsonyi időszakra esik az egész éves magyarországi édesvízi halfogyasztás 70%-a. De nem csak a halból eszünk sokat karácsonykor, ha a magyarok ünnepi asztalára általában pulyka, halászlé, töltött káposzta, desszertként pedig mákos és diós beigli kerül. A karácsonyi készülődés ideje alatt a húsboltok és a pékségek forgalma is jelentősen megnő. Vevők állnak sorba a karácsonyi halvacsora alapanyagáért az egyik nyíregyházi üzlet előtt. A vásárlók elsősorban a már bevált halfajtákat, így a pontyot és a harcsát vásárolják leginkább. Ilyenkor a vásárlók az körülbelül az éves halfogyasztásuknak a úgymond a háromnegyedét ilyenkor eszik meg. Legjobban inkább ilyenkor a halászlének való halaink, szezonálisak, a pontyok, harcsák, élőhalba, tisztított halba, illetve a sütni és rántani való halainkat is szívesen kedvelik a vásárlók, ezekből a süllőt, harcsát, ami kevésbé szálkamentes. A szomszédos húspultban is nagy a választék. Decemberben az előző hónaphoz képest megduplázódott a bolt forgalma. A tapasztalatok szerint az emberek közvetlenül karácsony előtt vásárolnak be a húsfélékből, a friss és minőségi húsért ilyenkor hajlandóak többet fizetni. Többnyire karácsony előtt ilyenkor a csirke a jobban felkapott termékek, jobban viszik ilyenkor a csirkemellfilét, de megfigyelhető egyre jobban a pulyka iránti kereslet is, rengeteg pulyka terméket, kacsából a kacsacombot, kacsa mellett is keresik. Tehát a baromfi felkapott, mellette a sertésből a rántani való karajt, dagadókat viszik, ilyesmi termékeket, és egyre, hál' az égnek, egyre jobban keresik a marhahúsokból is a jobb minőségű, tehát a pecsenyerészt, tehát a jobb minőségű combrészeket is. Ebben a belvárosi pékségben is mintegy kétszeres forgalomról számolnak be az eladók a karácsony előtti hetekben. Hagyományosan sokan viszik a különböző ízű beigliket, de kalácsokból is sok fogy az ünnepek előtt. Most van egy új termékünk, az ünnepi kalács, ami ugyanúgy három ízesítésben lehet kapni, diós, mákos, kakaós ízben, nagyon finom, a vásárlók nagyon dicsérik. Akkor van a sima, egyszerű kalácsunk, ami foszlós, van sima és kakaós ízesítésben, ezt is nagyon szeretik, ezt is sokan viszik. A karácsonyi menüben a legtöbb családnál a nemzetre jellemző ünnepi ételek kerülnek az asztalra, a magyaroknál a halászlé, a töltött káposzta, a pulyka és a beigli a legnépszerűbb. A női kézilabda NB2 északkeleti csoportjának negyedik helyén tölti a téli szünetet a Kölcsey Díjese. A Dobás István együttese 7 győzelem mellett 4-szer szenvedett vereséget. A Kölcsey junior csapata az első helyen zárta az őszi szezont. Az elmúlt szezont harmadik helyen záró Kölcsey Díjesétől nyáron a hagyományokhoz híven több játékos is távozott, így Hadovás Istvánnak ismét új csapat építésébe kellett kezdenie. A nyitányon vereséget szenvedett a nyíregyházi gárda, majd a következő fordulóban a megyei rangadón legyőzték a Máté Szalkát a kölcseisek. A folytatásban még 6 győzelem és 3 vereség került a csapat neve mellé, amely így az északkeleti csoport tabellájának negyedik helyén tölti a téli szünetet. Ennél lehetett volna sokkal jobb is. Mi sem bizonyítja jobban, hogy például az első helyezett és veretlen Máté Szalkát egyedül mi tudtuk megverni, és hát azt hiszem, hogy egyértelmű fölényes győzelemmel, mert jóformán 0-0-nál volt csak döntetlen az a mérkőzés, és egy nagyon jó Szalka. Viszont egész évben küzdöttünk ezekkel a problémákkal, a sérülésekkel, betegségekkel, úgyhogy így mindent egybevéve azt gondolom, hogy remekül szerepeltek a lányok. Nagyon-nagyon bizonyítottuk azt, hogy morálisan erősek vagyunk, és hát emlékezzünk meg a mi negyedik helyünk, mármint a felnőtt negyedik hely mellett a juniorjainkról is, mert ők viszont minden várakozást felülmúlóan
első helyen állnak, tehát őszi bajnokok lettünk idézőjelben, ráadásul úgy, hogy a tavalyi második helyezett csapatomból a három legjobb játékos távozott, mert kiöregedett ebből a korosztályból, úgyhogy nagyon-nagyon fényes sikernek tartom ezt az őszi első helyet. Márkus Gizella szerint az eredményekben nagy szerepe van annak, hogy nem csak a pályán, azon kívül is jó közösséget alkotnak társaival. Morálisan erősek vagyunk, összetartóak, szeretünk edzésre járni, harcolunk egymásért minden egyes mérkőzésen, és a pályán kívül is nagyon jó barátságok vannak, úgyhogy szerintem ez egy összetartó társaság, ez nagyon szükséges ahhoz, hogy nehéz helyzetben is hozzuk a kötelező győzelmeket. A bajnokság február 18-án folytatódik. A dobogót megcélzó Kölcsei a tavaszi nyitófordulóban a mezőkeresztest fogadja. A 8. helyen zárta az őszi szezont a labdarúgó megyei első osztályban a Baktaló Rendháza VS-e. Illés László együttese a vártnál gyengébb bajnoki szereplés mellett a Magyar Kupában magasabb osztályú csapatokat búcsúztatva a legjobb 32 közé jutott, ahol az NB2-es Szolnokkal szemben esett ki. A legutóbbi szezonban mutatott jó tavaszi szereplést szerette volna folytatni ősszel a Baktaló Rendháza. A csapatnak két fronton is helyt kellett állnia, a bajnokság mellett a Magyar Kupa megyei selejtezőjében, majd az országos főtáblán menetelt Illés László együttese. A kettős terhelés rányomta a bélyegét a bajnoki szereplésre, végül 6 győzelemmel, 3 döntetlennel és 6 vereséggel a 8. helyen zárták az őszt a baktaiak. Ezzel a szerepléssel egyáltalán nem vagyok elégedett. Amikor a bajnokságot elkezdtük, akkor a célkitűzésünk az volt, hogy oda kell érni az első 8-ba. Ha csak ezt nézik, akkor azt mondom, hogy sikerült, de én nem igazán ezt terveztem, tehát nem vagyok elégedett abszolút az őszi szereplésünkkel. Az, hogy mi az oka annak, hogy nem sikerült mondjuk az első 5-ből élni, annak nagyon sok összetevője van, de legfőbbképpen azt mondom, hogy a hazai szereplésünknek köszönhetjük azt, hogy nem sikerült odaérnünk, illetve annak, hogy szűkös volt a keretünk, tehát már azért a megyei első osztályban is, hogyha egy csapat oda akar kerülni a legjobbak közé, akkor 18-20 meghatározó futbolistájának lenni kell. Mi volt olyan mérkőzés, amikor úgy tudtunk kiállni, hogy 10-11-en, 12-en voltunk. Ez amúgy meglátszik a tabellán, a statisztika az nem hazudik. A Magyar Kupában a megyei selejtezőt követően az NB2-es Cigándot és az NB3-as Gyulát búcsúztatva a legjobb 16 közé jutottak maricsék. Végül a Szolnok állította meg a Baktaló Rendházát. Az ősz legjobb meccse az számomra ugye a kupameccs volt, a cigándi kupameccs, az volt véleményem szerint az ősz legjobb meccse, illetve voltak olyanok, ami nagyon szívesen megmarad az ember emlékébe, az ilyen például egy első félidő szakolyban, amikor egy hatost tudtunk gurítani az első félidőben, az nagyon-nagyon jó kis első félidő volt, amikor nagyon összejött minden. Illetve ami még nagyon tetszett, a Sényő elleni mérkőzésünk, ami a Gyula utáni Magyar Kupa meccsen volt, és ott szenzációsan fociztunk, és nagyon simán tudtunk nyerni. A baktai játékosok jelenleg pihenőjüket töltik. A játékos keretben nem várható jelentős változás, a felkészülés január első hetében kezdődik, mivel február 25-én már folytatódik a bajnokság. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Növelni szeretnék az egynapos sebészeti eljárások számát a megyei kórház vidéki telephelyein is. Fehérgyarmaton és Mátészalkán lehetőség nyílhat laparoszkópos sebészeti eszközök beszerzésére. Az egynapos sebészet olcsóbb, hamarabb gyógyul a beteg, és a beavatkozást 100%-ban fizeti a biztosító. Idén országosan 600 millió forintot fordítottak az önkéntes mentőszervezetek és az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatására. Ebből az összegből pályázat révén részesülhettek a szervezetek, az így elnyert pénzt védő és mentőeszközök beszerzésére fordíthatták. A Szabolcs-Szatmár Bereg megyében működő mentőszervezetek és tűzoltó egyesületek képviselői ma vették át a munkájukat segítő felszereléseket. Ingyenes lesz a parkolás az ünnepek alatt. Szabolcs-Szatmár Bereg megyében több nagy településen is térítésmentesen lehet parkolni egész évben. Például Fehérgyarmaton és Mátészalkán sincsenek automaták vagy parkolóőrök. Kisvárdán a megszokott rendszerint hétvégén és az ünnepnapokon ingyen lehet majd megállni. Nyíregyházán pedig mától egészen január 1-ig nem kell fizetni a parkolásért. A Kölcsei Televízió híradóját látták december 22-én csütörtökön. Friss hírekkel holnap is várjuk Önöket, addig is műsorainkért és további hírekért böngészék a kölcseitv.hu-t. Köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra!
Marad a borongós párás idő, a következő egy-két napban még nem várható változás időjárásunkban, a hétvégén viszont fokozatosan feloszlik a hideg párna, enyhébre fordul az idő. Az éjjel borult marad az ég, párás, foltokban ködös idő várható, zúzmarára is számítani lehet, húszálingózás, urnos szitálás egyaránt előfordulhat, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, reggelre általában -4 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben is a maihoz hasonló borult párás idő várható, helyenként zúzmarás köddel, hószálinkúzás, ónos szitálás is előfordulhat, a légmozgás pedig gyenge marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet -2 fok körül alakul, fronthatás nincsen térségünkben. A hétvégén az időjárási frontok már elérik térségünket, ám komolyabb változás csak vasárnaptól várható, addig folytatódik a csendes, nagyobb részt borult párás hideg téli idő. Vasárnap és a jövő hét elején viszont a megerősödő szél egyre több helyen felszaggatja a zárt felhőtakarót és kisüt a nap. Eleinte havazás, havas eső, ónos eső, majd egyre több felé csak eső várható, de számottevő mennyiségű csapadék nem valószínű. A jövő hét végére visszatér a hideg párna, ismét borongós párás hideg időnk lesz.